magánossága, és hogy magányos maradt a férfi porta. Nem volt hosszantartó emiatt a férfi zokogás. Az elbocsátó szép üzenet Lídának szólt, de női hódolóknak bejelentette, hogy felszabadult, és szabad az ügy. Áradnak is felé a nők, szerelmes levelek, és Adi beveti magát ifjú karok kikötőjébe. Adi ekkor kezd jobban megismerni, és barátilag megszereti Kafka Margitot, akivel igen gyakran vagyunk együtt. Margit is, Bandi is, igen kedvelik a tracsot, a pletykát, és sokat elbeszélgetünk, vitázunk. Politika, író, nők, szerelem. Hogyan is kezdődött Adi és Kafka Margit költői és emberi barátsága? Kafka jött elsőként, 1908 őszén, a neki még be nem mutatott költőnek. Egy-két kollegiális levélváltás után egymásnak küldött soraik hamarosan önfeltárulkozóvá, mélyen vallomásossá váltak. Kedves Bandi, illeden formatlan elad a kártyakfűzés, vagy igazán gondolsz valamit olyankor? Furcsa látod, most szeretnél úgy igazán, ha barátságos hajlandóságban volna. Általában, de furcsa, őszinteségeket, közeledéseket, némi krisztusit és emberségest állítok. És két-három emberrel úgy vágyom megmásolhatatlanul összevékülni, mintha haldokolnám és búcsúznám. Azt mondod, ez mindig a félős gyermek anyjához újása. Igaz is, hogy ilyet vagyok magam miatt. Férfiúnak fogalma sem lehet róla, milyen semminek érezheti magát. És ha legalább asszony tudta volna lenni, úgy igazán. Mit kezdhetek én ember voltommal, ha ugyan van ilyen? Elhazudhatom nektek két-három formában, hogy mi nők vagyunk. Ez az egész. Vagy nem ennek prófétája legyek és lelkiismerete, és írjam és példázzam meg örök és folytott hazugságot a férfi Isten világa ellen. Csak hogy asszony Istent magam sem képzelek el, és nem vállalom. Minden nyomorult asszonyságom benne abban, hogy ezt írom. Zagyval, suta, félfölös, esztüzi léten, pedig hát te is ugyan mi vagy, na bizony, 1001. antikrisztus, belleghajtó, garagonciás, feljáró lelke egy zöldött fajtának, hogy maga is egy hazugság, az ugar, ez a lefokozott és szegény, szláv árvaság. Igazán hiszel benne? Mint egy csóva, akit felhajtanak, olyan iszkös kóvágyú és vétlen vagy egészen. Szegény zseni. Sose tudtam úgy biztosabban, hogy csak nyájas ingerkedés, ha egy férfi azt mondja egy asszonynak, hogy jó barátja. Asszonynak csak gyermekei lehetnek, Isten kegyelméből. Jól teszed, hogy élődöl be. Mit mondhatnál nekem? Erőpróba csak az lenne nekem. Hogy bírom el a magányt. És ez lám csak azzal kezdődik, hogy hallatlanul hosszú episztolásban kesergek hozzá. Még jó, hogy a papíros elfogom. Mikor látlak? Elmegyek el utazni férfi ruhában. Látod ez az? Erre nem volnék képes mégsem. 1918 tavaszán megjelenik Kafka gyűjteményes verses kötete az élet útján. A Nyugat ekkor Adi kéri fel, ő írja a bírálatot a kötetről. És Adi, a már nem rendszeresen megszólaló utolsó tavaszát élő Adi, meg is írja Kafka verséről bírálatát, a legutolsót, melyet egyáltalán ír, s melyet a Nyugat ünnepi helyen a szám legelején jelentetett meg. Igen, igen. Az utolsó évek versében majdnem ingerítően dicsekszik a boldogságában, de végig a könyv egy kálváriás emberélet. Jaj, egy asszony, aki ember, s mégis egy túlságos asszonyt kell, vagy kellene önmagában elírnia. Nem is volna szebb nő, mint a Kafka Margité, ha volna egy asszony emberé, akit úgy lehet, sőt, muszáj mérni, mint hasonló sorsú férfi ember. Örüljünk Kafka Margitnak, mert ő a feminizmus már megérkezett magyar diadala, asszonyíró, akinek nem kell udvarias bókokat mondani. Erős ember, művész, kinek jó és biztos sorsa van, és minden kritikát sem tarthat.